Naponta friss témák, hírek. Biogyógyulás.hu. Az egészség legyen veled. Ebben a mai videóban azt nézzük meg, hogy milyen pozitív hatásokkal van az egészségünkre az erdőben tartózkodás, más néven az erdőfürdőzés. Szeretettel köszöntök mindenkit! Gondolj csak bele, hány százezer évnyi időt töltöttek el az elődeink, és nem csak a sapiens, de az előtte lévő fajok is, erdőben, fák között. Ez a rengeteg idő, amit a fejlődésünk során az erdőben töltöttünk, minden bizonnyal jelentős hatással volt a genetikai fejlődésünkre is. Az embernek az erdővel mély, szakrális, fizikai és szellemi kapcsolata van. Az erdőben tartózkodás a modern világ nyomásának, feszültségeinek egyik leghatékonyabb ellenszere. Tartós előnyöket nyújt testi és szellemi jólétünknek, újra aktiválja azt a kapcsolatot, ami az ember és a természet között több százezer éven át fennállt. Amikor az erdőben vagyunk, belélegezzük a növényzet által kibocsájtott illóolajokat, vegyületeket. Egészségi szempontból főként a fenyvesek vagy más örökzöld fákból álló erdők a legjobbak. A fák kibocsájtanak fitoncid vegyületeket például, amelyeket belélegezve jelentős mértékben megnő a testünkben a természetes ölősejtek száma, tehát komoly immunerősítő hatással vannak. Ha egy-két napot erdőben tudunk tölteni, ez a fák által előidézett immunerősítő hatás akár heteken át is fennállhat ezt követően. Ez is mutatja azt, hogy emberként milyen mély a kapcsolatunk az erdővel. Amikor a természetben, főként az erdőben vagyunk, az agyunk működése teljesen megváltozik, máshogy kezdünk el viselkedni és gondolkodni. Már pár perc után csökken a kortizol szintünk a városi állapothoz képest, egy-két óra után pedig már jelentős stresszoldás következik be. Javul a hangulatunk, mérséklődik a szorongás. Mindezek a hatások jobb koncentrációs, jobb probléma megoldó képességet is eredményeznek, illetve a kreativitásunk is javul. Az erdőben töltött idő hatással van a vérnyomásra, nyugalomba kerül a szív- és érrendszer, csökkenthet a magas vérnyomás. Általánosan elmondható, hogy szinte bármilyen betegség esetén érdemes kipróbálni, érdemes a terápia részévé tenni ezt a teljesen ingyenes módszert. Futhatunk, kerékpározhatunk az erdőben rendszeresen, ha van a közelben erdő, elmehetünk csak simán sétálni, egy pár órára sátorozhatunk az erdőben lévő tisztáson. A mai modern korban az erdőfürdőzés Japánban kezdett el a 80-as években elterjedni a lakosság körében a káros, stresszelteli városi életmód miatt, majd ennek hatására a kutatók elkezdték vizsgálni a természet és a fák gyógyító erejét. A fák által kibocsátott vegyületek pozitív élettani hatásait mára már rengeteg kutatás igazolta, ebből többet is betettem a videó leírásába. Az Egyesült Királyságban, Kanadában és az Egyesült Államok egyes államaiban a házi orvos receptre is felírhatja kiegészítő kezelésként az erdőfürdőzést, tehát hogy tartózkodjunk erdőben hosszabb ideig. Az erdőfürdőzéssel felgyorsíthatjuk a regenerálódásunkat traumák, sérülések, műtétek után, csökkenthetjük vele a betegségek kialakulásának esélyeit. Ha kint vagyunk az erdőben, a legjobb, ha semmilyen kommunikációs készüléket nem viszünk magunkkal, vagy ha viszünk is a mobilt, az ugye legyen kikapcsolva. Érdemes az erdőben légző gyakorlatokat is végezni, belélegezni a levegőt, majd kétszer annyi idő alatt kifújni, mondjuk számolj el 4-ig a levegő bevétellel, 1, 4, majd egy 8 másodperc alatt fújt ki a levegőt. Ha csak 1-2 órára megyünk ki az erdőbe, úgy haladjunk lassan, sétáljunk, figyeljük meg a környezetet, a fákat, figyeljünk a hangokra, tehát helyezzük a fókuszt a környezetre, mert ez felerősíti, felgyorsítja a folyamatokat, gyorsabban kerülünk kapcsolatba az erdő szellemével. A természet színei megnyugtatóak, számos tanulmány mutatta azt ki, hogy a zöld és a kék szín hatására nyugszik meg legjobban az ember. A maximális eredmények érdekében ajánlott csendben lenni, amíg az erdőben vagyunk, mert így nem csak a levegő, de az erdő hangjai is hatnak ránk, a madarak, a bogarak, a fák által kibocsájtott zajok. Ha szeretnéd, hogy mások is megismerjék az erdőfürdőzést, lájkold, kedveld a videót, mert így az algoritmus másoknak is fel fogja ajánlani megtekintésre. Kellemes erdőben töltött időt kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!